Egy elszigetelt völgyben járunk, a közép-ázsiai Tuvában. A Földön nincs olyan ország, amely távolabb lenne a tengertől, mint ez az oroszországi autonóm köztársaság. A helybeliek Dolina Carájének, azaz Cárok völgyének nevezik ezt a vidéket. A szkíták legendás, lovas népe itt helyezte örök nyugalomra egyik fejedelmét. Ebben a távoli völgyben több mint 1000 halomsír, más néven kurgán található. Miniatűr piramisokként emelkednek ki a sztyeppből. Vajon miféle titkokat és kincseket rejtenek ezek a sírok? A legtöbb halomsírt furcsa üregek csúfítják el. Ezek az elmúlt több mint 2000 év sírrablóinak nyomait őrzik. A fosztogatók a szkíták mesés aranyát keresték, a kincseket, amelyekről Hérodotosz írt. A temetkezési mellékletekkel együtt eltűntek a legendás nomád nép emlékei is. Kik voltak a szkíták, a sztyepp egykori urai? Hogyan épült fel a társadalmuk? Léteztek-e egyáltalán a csodás cseh? A tábortüzek mellett még ma is él a mitikus madár legendája, a madáré, amely megvédi az aranyországot a betolakodók ellen. A tuvai halomsír. A szkíta fejedelmek kincsei. Hermann Partzinger, a Német Régészeti Intézet elnöke már régóta azon fáradozik, hogy megfejtse a kurgánok titkait. A Cárok völgyének hatalmas halomsírjait nézve a következő összehasonlítást teszi. Ezeket a halomsírokat a sztyepp piramisainak is nevezik. Ez az elnevezés nem is olyan furcsa, mint ami ennek első hallásra tűnik. Halomsírok tömegét találjuk itt, melyeket nem egyszerűen összehordtak, hanem alapos tervezés szerint építettek. Ez építészet, melynek megvalósításához egy közösség munkájára volt szükség. A régészek még nem találtak olyan sírt, amelynek a kincsei vetekednének Tutankhamonéval. Az egyiptomi hasonlat itt sajnos sántít. A szkíták halomsírjai több száz éve vonzák a réket. Vajon mit árulnak el a sztyepp urairól ezek az emlékek? A kutatók számára a szkíta kultúra kincsei utáni kutatás elsősorban ásást jelent. A dél-szibériai ásatásokkor, mintha tűt kerestek volna a szénakazalban, és egyszer csak 2001 nyarán egy sírkamra feltárása során valami hihetetlen történt. A súlyos kövek alatt egy sírt találtak. Egy amatőr filmfelvétel megörökítette a szenzációt. Az ásatás helyettes vezetője Anatoli Nagler volt. Véletlenül találtunk rá a temetkezésre. Az ásatással lényegében végeztünk. Be akartuk fejezni a munkát. Egyszer csak váratlanul megláttuk a sírkamrát. Amikor megkezdtük a sír feltárását, láttuk, hogy még nem volt megbolygatva. De persze nem is sejtettük, milyen kincseket rejt. Konstantin Csugunov, a kutatócsoport orosz vezetője emlékezett vissza így. 3,5 méter mélyen egy röngfalra bukkantunk. Teljesen épnek találtuk. Azonnal feltámadt a kíváncsiságunk, vajon mi lehet mögötte. A fából készített szerkezet egy gondosan megtervezett ép sírkamra volt. Az Uráltól keletre ez volt az első olyan feltárt sír, amelyet nem fosztottak ki a sírrablók. Már a réseken keresztül láthatóvá vált a mindent beborító arany. Páratlan szépségű aranytárgyak kerültek elő. Valósággal sokkolt bennünket ennek a hatalmas gazdagságnak a látványa. Amikor kézbe vettük a tárgyakat, bebizonyosodott, hogy valóban aranyból készültek. Ezerből talán, ha egy régésznek adatik meg, hogy ilyen leletre bukkanjon, és neki is csak egyszer az életben.
A feltárás egyik legizgalmasabb része az volt, hogy a sírkamra nagy részét nem láttuk. Ezért egy videókamerát engedtünk le az egyik résen. Így derült ki, hogy a padlózatot arany borítja. Amikor később megnéztük a felvételt, bizony elakadt a lélegzetünk. Aranytemetkezési tárgyak hevertek mindenütt, akár egy fáraó sírkamrájában, de a régészek örömét beárnyékolta az aggodalom. Az első pillanattól kezdve nyugtalanok voltunk. A lehető legjobb állapotban kellett megőriznünk a felbecsülhetetlen értékű kincseket. Azt kérdeztük egymástól, és most mit csináljunk? Komoly gondjaink voltak. A munkások mind ott álltak a sírkamra körül. Néhányukat elbocsátottuk, a legmegbízhatóbbakat engedtük a halom sír közelébe. A finomabb, aprólékos munkához már ezzel a kisebb csapattal láttunk hozzá. A kalasnyikovokkal védett kutatók megkezdték a szenzációs lelet feltárását. A sírból 9300 aranytárgy került elő, melyek között felbecsülhetetlen értékű műkincsek is voltak. 2500 év óta először pillantotta meg ember egy szkíta fejedelmi sírpompáját. Abban a pillanatban, mintha ablak nyílt volna egy káprázatos világra. Ez volt az évszázad lelete. Howard Carter érezhetett ilyet, amikor először pillantott be Tutankhamon sírjába. Ez volt a mi belső ázsiai Tutankhamon sírkamránk. Ez a komputer animáció a cárok völgyéről készült. A szkíta halom sírok gyöngyszemekként sorakoznak. A völgy legszélén áll az a halom, amely szerencsét hozott a régészeknek. A fejedelem facölöpökből épített sírkamra a szokásostól eltérően nem a 80 méter átmérőjű halomsír közepén helyezkedett el, hanem inkább a kör szélén. A dupla falú építmény leginkább egy fakunyhóra hasonlított. A falakat fekete és vörös szövet borította. A teljes díszbe öltöztetett uralkodópárt egymás mellett helyezték örök nyugalomra. Ruházatukat állatformájú díszítések ezrei ékesítették. A sírból aranyfegyverek és ékszerek is előkerültek. Senki sem gondolta, hogy egy nomád sírban ennyi kincs található. A kérdés már csak az, vajon mit rejt a többi szkíta halomsír, melyek 80%-át még nem tárták fel. A szentpétervári téli palotában található a világhírű Ermitázs. A 2001-es ásatások szenzációs leleteit azonnal ebbe a múzeumba szállították. 2002. februárjában Hermann Partzinger és munkatársa Anatoli Nagler felkeresik orosz kollégáikat, hogy megtudják, hogyan haladnak a restaurátori munkálatok. Az Ermitázs műhelyeiben igen sok elismert kutató vizsgálja a tuvai leletet. Partzinger és Nagler találkozik Konstantin Csugunovval. Együtt dolgoztak a tuvai ásatáson, és még mindig a leletek hatása alatt vannak. A sírból előkerült tárgyak nagy része csak a restaurálás után tárja fel titkait. Ennek az edénynek az arany nyele állatlábat formáz. Remek mű. A fejedelmi tegez arany szegélyét művészi halpikkely minta díszíti. A kutatókat ámulatba ejti a páratlan állatábrázolások szimbolikája. Egyedülálló mestermunka valamennyi. A mítoszok is megelevenednek. A griffmadár a szkíták aranyországának őrzője. A tuvai lelet feltárását sok ezer órás laboratóriumi munka követte. A sírokból előkerült kincsek most már teljes szépségükben pompáznak. Itt látható a fejedelem hitvesének nyaklánca, a szárnyas lovak, az aranygyöngyökkel díszített saruszk és egy gyönyörű szarvas figura. A fejedelem nyakéke 2 kiló aranyból készült.
A több mint 9300 aranytárgy lélegzetelállítóan szép. Vajon milyen gazdag lehetett a Sztyep eme fejedelme, akinek népét barbároknak nevezték a görögök? A nyakéket elborítják a díszítések. A figyelmes szemlélő előtt feltárulnak az alaposan kidolgozott, megszámlálhatatlan állatfigura részletei. Páratlan remek mű. Egy rekonstruált kép a nagyhatalmú nomád fejedelem öltözékéről. Köpenyét egykor sok ezer párduc és vatkan figura díszítette. Bőröveit színaranyveretekkel látták el. Az asszony aranyövén gondosan díszített aranykupa függött. Vajon azért, hogy a holtak birodalmába vezető úton csillapíthassák szomjukat? A fejedelem nadrágszárát apró aranygyöngyökkel rakták ki. A Sztyep fejedelmének sírja az évszázad lelete volt. A régészek további sírok után kutatnak. Nyárra újabb expedíciót terveznek a cárok völgyébe, de ahhoz, hogy ez létrejöhessen, rengeteg adminisztrációs és logisztikai akadályt kell leküzdeni. Az Ázsia szívébe tovább tett utazás mind a mai napig merész vállalkozásnak számít. A hagyományt követve a régészek arra emelik poharukat, hogy megfeszített munkájukat ebben az évben is siker koronázza. Négy hónappal később a csapat elindul Szentpétervárról. 4000 kilométert tesznek meg, mire elérik az Urálon túl elterülő Sztyeppet. Omszkot és Novoszibirszket elhagyva megérkeznek az Orosz Föderáció legdélebbi vidékére, a mongol határnál fekvő Tuvai köztársaságba. Magán a székhelytől, Kiziltől északra található. Az expedíciót 3 teherautó és 80 munkás segíti. Lépésről lépésre távolítják el a halomsír kőtömbjeit. Nehéz munka, melyet a tuvaiak munkavezetőjének éneklése tesz egy kicsit könnyebbé. A biztonsági intézkedések szigorúak. A kurgánt egész télen őrizték, mivel futótűzként terjedtek el a mesés kincsről szóló hírek. A régészek először a halomsír közepét tárják fel. Két hatalmas üreget találnak ott, ahol a fő sírkamra szokott lenni. A korábban feltárt fejedelmi sírtól 25 méterre még mélyebbre ásnak. A föld itt lazább szerkezetű, mint máshol, és érintetlen. Úgy tűnik, a sírrablók nem jutottak el idáig. A várakozás egyre feszültségtelibb. Sírkamra talán karnyújtásnyira van. Vajon megismétlődik a 2001-es siker? 3,5 méterrel vannak a talajszint alatt, vagyis abban a mélységben, amelyben a fejedelmi sírt találták. Parzinger képtelen kívülről szemlélni az eseményeket. Egy munkás megtisztítja a felszínt. A régészeket zavarba ejti, amit látnak. Kőfal. Ebben a mélységben. Hamarosan rájönnek, hogy csak egy szikladarabot találtak. A két kamra teljesen üres. Vajon miért vesződtek a szkíták üres sírkamrák építésével? Középen, ahol a fejedelmi sírkamra szokott lenni, két álsírt találtunk. A két kamra üres volt. Ezeket a sírrablók is hamar megtalálták, de látva, hogy üresek, odébb álltak. Ezért nem bolygatták meg a kurgán többi részét. Sírrablókat félrevezető álsírokat az egyiptomi piramisokban is láttunk. Mindez viszont vajmi kevéssé érdekli Szergejt, emelő targoncájának motorja ugyanis ismét elromlott, de szerencsére némi ötletességgel és káromkodással sikerül ismét munkába állítani a szerkezetet. Parzinger szeretne átfogó képet kapni a kurgánról. Döntenie kell, hol legyen a következő ásat.